Kedves testvérek, szeretett vendégek! Szombat délután istentiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk énekeskönyvünk 243-as számú énekét. Ó, mi hű barát, Jézus! Köszönetet mondjunk te néked kegyelmedért, köszönjük szeretetedet, jóságodat, köszönjük, hogy te meg akarsz menteni minket. Kérünk, segítsen meg, hogy megértsük ezen gondolataidat, és te néked tudjunk szolgálni. Köszönjük, hogy ide vezéreltél a Szent Hajlékban, de most kérünk, Szent Lelked által jelenjél meg itt közöttünk. Kérünk, nyisd meg a mi szíveinket, hogy befogadjuk az ígét, és felkészüljünk arra a pillanatra, amikor el fogsz jönni az égnek felhőin. Kérünk, áld meg az ige szólót, add oly ígét az ő ajkára, ami szükségünk van a megtérésünkre. Kérünk, légy a gyülekezetünkkel. Légy a lelkészünkkel, áld meg őt, és segítsen meg, hogy együttesen felkészüljünk arra az időre, ami előttünk áll. Segítsen meg, hogy meg tudjunk állni te melletted. Kérünk, légy a gyülekezetünk lelki betegeivel, add, hogy visszajöjjenek te hozzád, amíg nem leszen késő.
megemlítjük a testi betegeket is, kérünk, éreztesd velük is a szombatnapnak áldásait, enyhíts fájdalmaikat, és adj reménységet az ők szívükben. Köszönjük, hogy meghallgatod gyenge imáinkat, legyen meg a te akaratod, mert az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Mindenkit sok szeretettel üdvözlünk ebben a délutáni órában is, és ebbe a mindenkibe beletartoznak a kedves jelenlevők, akik az igazi közösséget választották, ahogy azt mondják, a fizikai közösséget. Gondolok itt arra, hogy mindannyian itt vagyunk a helyszínen, de nagyon sok szeretettel üdvözlőjük azokat ugyanazzal a szeretettel valójában, akik a világhálón követnek akár élőben, akár később. Jóisten áldása legyen mindannyiótokkal, a Szentlélek és az íge kovácsoljon bennünket egyé, egy Isten akaratát cselekvő közösségé, még akkor is, ha talán pillanatnyilag nem látjuk egymás arcát. Talán hallottátok még a történetet, amelyet röviden visszaadnék most bevezetőben. Valaki ellátogatott egy keleti országba, és egy elég félreeső helyre kellett eljutnia, ahová egy helyi buszjárat időnként kivitte az utasokat. Helyi szokás szerint a busz ki volt díszítve, rengeteg volt rajta színes, kézivarottas terítő, rojtok, tükördarabkák mindenhol, buszon, hogy nézzen ki jól, ha nem is megy rendesen, de legalább nézzen ki jól. Ültek utasok, akiknek szerencséjük volt a székeken, de ültek a székek között is, ültek a busz tetején is, és még lógtak is itt-ott a buszon. És a busz elindult. Olyan helyeken kanyargott fölfele a szerpentinen, ahol egy becsületes európai sofőr azt mondta volna, hogy ezt kötelezően egyirányúvá kellene tenni.
Valahogy, nem tudjuk, hogy talán a sofőrök behúzták a hasukat, néha még az utasok is, sikerült mégis az egy sávra két buszt rápréselni úgy, hogy a rojtok és a tükördarabkák nem szakadtak le. És így haladtak előre a szerpentinen, ameddig egyszer csak a motor köhögött egy néhányat, és megállt. Leszállt a sofőr, leszállt néhány másik férfi utas is, és ahogy az mindig lenni szokott, az autókhoz minden férfi ért. Mindenki a maga véleményét erősítette, hogy szerinte miért nem megy. Egyszer csak a sofőr felemelte a mutatóujját, csend lett, fölugrott a buszra, előrándott egy imaszőnyeget, és elkezdtek a autóbusz elejét imádkozni. És imádkoztak a busznak, és megindították, és nem indult. Addig, ameddig valaki, aki kicsit másképp kezdte a dolgokat, rájött, hogy elfogyott az üzemanyag. Úgyhogy elég érdekes helyet és szerepet választottak az imádságnak egy ilyen helyzetben. Egy másik történet szól egy kislányról, aki péntek délutántól egész vasárnap estig forrón és kitartóan imádkozott Tókióért. De olyan meggyőződéssel, olyan erőbedobással, hogy a szülei, akik szerint a kislány azt se tudta, hogy hol van Tókió, valami nincs rendben. Hát mi ez a nagy lelkesedés, mi ez a nagy együttérzés, mégis mi van Tókióban? Az apa elkezdett gondolkozni, te mondtak valamit a hírekben, és nem láttam, nem hallottam, sem különös. Mi van Tókióval? Amíg megkérdezték a kislánytól, kislányom, két napja imádkozott Tókióért, mi ez a nagy imádság, imádkozási hullám? Hát, lehajtotta a fejét édesapa, mi pénteken rögtönzést írtunk földrajzból. És én azt írtam, hogy Tókió Kína fővárosa. Úgyhogy én kértem az urat, hogy csak erre a hétvégére vigye át Kínába, ne bukjak meg földrajzból. Ez egy másik érdekes szerep, amit az imának szánunk. A kérdés az, hogy milyen szerepe van az imának az életünkben. Mert azt mondja az ige, és ebből a rövid igéből indulunk ki 1 Tesszalonika 5.17-ben, hogy szüntelen imádkozzatok. De miért? Tókióért? Vagy az autóbusznak az újraindulásáért? Vagy hasonló dolgokért, amelyekért talán mi is imádkoztunk néha, s habár most másokat megmosolyognánk, de lehet, hogy a mennyei könyvben rólunk is vannak hasonló anekdoták följegyezve. A következőkben picit gondolva és indítva a szombatiskolai tanulmányban tanult gondolatoktól, három szerepét szeretném az imának bemutatni, persze ennél sokkal több van az életünkben, de három szerepét, amely különlegesen fontos az életünkben, és ezt az imának, ezt a három szerepét bibliai példákkal és ellenpéldákkal fogjuk szemléltetni. Az első két gondolat a Jézushoz vezető út című könyvből származik, az ima magasztos kiváltságunk című fejezetből, és azon belül is van egy rövid paragrafus, amelyben benne van az első két gondolat. Az első gondolat így hangzik, szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak. Ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy így módon Istent a szívünkbe befogadhassuk. Gyakorlatilag tehát az ima egy ilyen tömör szóval kifejezve, ami életünkben a közösség teremtés eszköze Istennel. A mi részünkről, mert Isten mindig is vágyott az emberrel lenni, az ember nem mindig vágyott Istennel lenni, de ahogyan Ellen White is megfogalmazza, az ima egy olyan kiváltság, amelyben Isten felajánlja az embernek a közösséget ő vele. Tehát szívünket feltárni Istennek, mint egy barátnak, ez az ima. A példa és egyben az ellenpélda is, amit itten most használni fogunk, néhány tanulságot kiemelendő, a Lukács evangélium a 18. fejezetében található egy általunk jól ismert példázatban, amelyben egyenesen nem is egy, hanem két imádkozó jelenik meg Isten előtt. Lukács evangélium a 18. fejezetében a 10. verssel kezdődően olvassuk ezt a példázatot.
két ember méne föl a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, és a másik vámszedő. Ez eddig egy tárgyilagos megjegyzés, de egy érdekes dolgot sugall arról, hogy hogyan tekintenek az emberek emberekre, másokra és magukra, és hogyan tekint az Isten. A farizeusok, a farisaios, az úgymond igaz hitűek, igazságra törekvőek mozgalma volt, az egyik Jézus korabeli, pozitív értelemben mondom most, szekta a zsidóságon belül, különböző irányzatok, a hídgyakorlásnak különböző irányzatai léteztek, és ezek azok voltak, akik szorgalmasan tanulmányozták a Bibliát, igyekeztek minél többet tudni, minél többet ismerni, és ha lehet, mindent precízen, pontosan betartani. Mások is elég elismeréssel néztek rájuk, legalábbis amikor szembenéztek velük, hátuk mögött azért akadt róluk is mondani való, de az ember azért tőlük mégiscsak a vallásosság példamutatását várta el, emberi szemmel. A vámszedő, az pedig egy haszonleső, hazaáruló, római bérenc volt, akit csak a születése miatt voltak kényszerülve Isten népéhez tartozónak tartani, mert ha az élete alapján kellett volna eldönteni, akkor a nemzet legszívesebben kiközösítette volna ezeket az embereket. És hogy őt vegyék példának, vallásosság, kegyesség tekintetében, ez azt hiszem a legtöbb korabeli ember arcára széles mosolyt, vagy akár harsány nevetést csalt volna. Pont ő, hagyjuk. Ebből a helyzetből indul ki Jézus. És ezek az emberek felérnek a templomba, és a farizeus elmondja. Hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, e vámszedő is. Magam elé képzelem, hogy szeme sarkából most oda néz, vajon hallja, hogy most ő is benne van az imámban. S folytatja. Böjtölök kétszer egy héten. Dézsmát adok mindenből. Dézsma régiesen minek a kifejezésem, ahogy mondjuk ezt? Tizedet. Így van. Amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, de róla majd később egy pár szót. Mi történik? Ott van ez az ember, aki elmondja azt, hogy mit tesz. Aki elmondja azt, hogy milyen, és hogy milyen nem. Magáról fest egy ideális képet, amit próbál most Isten elé oda tolni, és Isten meggyőzni, hogy Isten is őt ilyennek fogadja el. Próbálja Istent rábeszélni, hogy na, ugye, hogy milyen ügyes vagyok? Ugye, hogy milyen nagyszerűen ismerem mindazt, amit kérsz? Ugye, hogy milyen jól csinálom? És az ilyenek aztán elvárnák, mint a dicsekvő óvodás, hogy megsimogassa a Jóisten a buksiját. Igen, hogy ne menj vissza, csinál tovább. Ez volt az ő kegyessége, és így imádkozott. Szerinte az imádkozás az önfényezésnek lett volna az eszköze. Csak a baj itt azzal volt, hogy próbálta a saját jellemét a Jóistenre rábeszélni, úgy, hogy közben elfedje azt, ami mögötte van. Az előbb azt mondtuk, hogy az imádság az olyan, mint szívünket feltárni Isten előtt, mint egy barátnak. A kérdés az, hogy ez a jellemének, lelkének valódi állapotát elfedni kíván a farizeus, feltárta-e szívét Istennek imában? Sajnos azt kell mondjuk, hogy nem. Sőt, igyekezett a valóságot elfedni Isten elől. Pedig a 139. Zsoltár 4. verse nagyon szépen kijelenti, hogy Istennek nincs szüksége a szavainkra ahhoz, hogy tájékoztassuk őt dolgokról, amik esetleg valahogy elkerülték a figyelmét, éppen ezért nekünk eszébe kell juttatni ezeket. Nem. Hanem azt mondja ebben a Zsoltárban, hogy nagyon szép és érdekes kifejezést találunk itten, 139. Zsoltár 4. versében, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Még a nyelvemen sincs a szó. Hogy ez fizikailag a valós életben mit jelent, arról egy
Kicsit hosszabb zárójelben szeretnék egy rövid példát előttetek felvillantani, amit ti is jól ismertek. Emlékeztek, hogy Dániel könyve 9. fejezetében, látva egyrészt azt Dániel, hogy jár lefele a 70 év, a jellemiskolája, másrészt látva a nép állapotát, és azt, hogy valószínűleg ezt a 70 évet el fogjuk bukni, mert nem tanultuk meg, amit kellett volna, Istenhez imádkozik. És Isten elküldi Gábriel angyalt, hogy válaszoljon az imára. És mivel kezdi az üzenetét Gábriel angyal, emlékszünk? A te esedezésednek kezdetén. Mit jelent? Amikor elkezdte, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, akkor már Gábriel angyal Istentől megkapta a megfogalmazott, testre szabott, nem előre gyártott, így amit cégek így kiküldenek kilóra mindenkinek automatikusan, hanem a testre szabott hozzászóló válasz kész volt, és Gábriel elindult az ima elején. Úgyhogy a Jóisten pontosan bizonyítja ezzel a példával, amit róla mond a 139. Zsoltár, amikor elkezdünk imádkozni, ő már akkor tudja, mondom ezt így hétköznapjában, hogy hova szeretnénk kiukadni. És megvan már a megoldás, mielőtt még a kérdést feltennénk. Úgyhogy ez az ember valójában nem feltárta, hanem inkább igyekezett eltakarni, álcázni az ő szívének is állapotát. És éppen ezért az ilyen imák az Istennel való közösség teremtésre teljességgel alkalmatlanok. Szépen hangzanak, kelthetnek emberekben jó benyomást, de ahelyett, hogy közel vinnék az imádkozott Istenhez, még inkább vastagítják közötte és Isten között a falat. Ott van viszont a másik, a vámszedő, 13. versen folytatjuk, aki megállt hol? Távol, valahol hátul. Lehet, hogy a templomnak abban a részében már, vagy a zsinagógának abban a részében olyan homály volt, hogy ha nem nézett jól oda, a teremdiakonus észre se vette, hogy valaki ott van, s ha az Isten tisztelet végére nem végez, akkor talán be is zárja, mert nem látta, hogy még imádkozik. Megállt a sötétben, szemeit sem akarja vala felemelni, hanem veri vala mellét, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Nincs magyarázni valója. Nincs semmi olyan, amit Isten előtt fel tudna hozni, semmi jótétemény, semmi jellemvonás, amivel a Jóistent jókedvre deríthetné, vagy engesztelhetné, vagy motiválhatná, hogy tegyen valamit érette, hanem egyetlen dolgot kér, tedd meg érettem azt, amit nem érdemlek meg. Mert hát egy bűnös mit érdemel? Ítéletet, nem irgalmat. Erre appellál, és valójában ebben a rövid, tömör mondatban ez az ember a szó legmélyebb és legteljesebb értelemben feltárta a szívét Istennek. Beengedte Istent oda, hogy lássa Isten, hogy milyen a szívének állapota, nem mintha addig nem látta volna, de most már egyetértett azzal, hogy Istennel közösen körbejárják az ő életét, annak rejtett zugait is. Úgyhogy, amikor ilyen magatartással áll Isten az ember elé, amikor ilyen magatartással áll az ember Isten elé, és megengedi, hogy Isten az embert a maga állapotában kezébe vegye, körbejárja, és elvezesse az embert önvizsgálatra, s a saját állapotának felismerésére. Na, én úgy gondolom, hogy Ellen White erre utalt, amikor azt mondta, hogy szívünket feltárni, mint egy barátnak. A barátainknak se szoktunk magyarázkodni. Nem szoktunk álarcot viselni. A barátaink ismerik legjobban még az arcunk rezdülését is. Hanghordozásunkat. Még nem hallgatják végig a mondatot, de a hangunknak a színéből, a tonalitásából már kisejtik azt, amit még nem tudtunk elmondani. Amikor Isten előtt is feltárjuk szívünket, akkor létrejöhet, lehetőséget teremtünk arra, hogy létrejön az a közösség, amit az ima kiváltságképpen megadhat az embernek. Ekkor válik valóra az ember életében az, amit az egyik énekünkben is énekelünk, mivel mit sem hozhatok, keresztedre borulok. Sajnos még sokáig kell gondolkoznunk az imádságon,
hogy mindezeket megértsük, és mindezeket meg is tegyük Istennel szemben, azonban ne felejtsük el, amit Jelenések 3.20-ban olvasunk, és pedig azt, hogy amikor letérdelünk imádkozni, Isten az ajtó előtt áll és zörget, s ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és akkor fogjuk megtapasztalni az imának, mint tapasztalatnak, mint közösségnek legszebb, legcsodálatosabb, s a lelki növekedésünk szempontjából egyben a leghasznosabb alkalmait. A másik gondolat ugyancsak a Jézushoz vezető út című könyvben fogalmazódik meg, az előző két mondat közvetlen folytatásában. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel ő hozzá. Gondolkozzunk el egy kicsit, mit szeretnénk az imáink által elérni? Istent lehozni a mi világunkba? Olyanná tenni, amilyenek mi vagyunk? Elhitetni vele azt, amit ebben a világban egymással el tudunk hitetni? Vagy rábeszélni arra, hogy az általunk kitalált módszereket alkalmazza? Az általunk kitalált célokat érje el? Mit szeretnénk mi Istennel megbeszélni és nála elérni akkor, amikor imádkozunk? Itt egy másik bibliai példát fogunk röviden megvizsgálni, itt ezúttal egy embernek két külön tapasztalatát. A Királyok első könyve 18. fejezetében találjuk Illés tapasztalatát, és ebben is a 24. versben a következőket olvassuk. Királyok első könyve 18. fejezet 24. verse ezt mondja. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét. És amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokasság monda, jó lesz. Ez olyan, mint amit például a tornában, vagy a műkorcsolyában kötelező gyakorlatként emlegetnek, ugye, mert van két kategória, van kötelező és van szabadon választott. Kötelező gyakorlatoknak az a célja, hogy az összes versenyző tekintet nélkül a képességeikre, felkészültségre, stb. Egy bizonyos kereten belül versenyeztetnek. Lássuk, hogy amikor mindenki ugyanazt csinálja, ki a legjobb. Na valahogy ez is egy kötelező gyakorlat volt Baálnak és az Úrnak, amiben az emberek megszabták a feltételeket, na lássuk, hogy a megszabott feltételek között ki az ügyesebb. A két istenségnek pedig bele kellett volna illeszkednie ebbe a keretbe, és megmutatni, hogy ki az, aki képes valamire. És tudjuk a történetet, hogy hívták Baált, könyörögtek, és érdekes jellemvonása tűnik itt elő Illésnek, érdekes tulajdonsága, inkább nem is jellemvonása, ami profétáknál ritkán tűnik elő, de nála most előjött a cinizmusa. Hangosabban. Hát, ha nem hallja, vagy alszik, szabadságon van, nincs térerő, vagy valami sürgős dolga akadt a hátsó helységben. Próbálkozzatok még. És ez a másik sereg habzó szájjal és Illés életére törve szó szerint, ha nem védte volna az Isten, azok szétszakították volna ott helyben. Próbálták Baált valahogy lerángatni abból a magas irodából, hogy csináljon már valamit, kérem, mert az egész rendszer össze fog omlani, ha most az egyszer tényleg nem áll elő. Helyette Isten küldött tüzet. Azt nem mondanám, hogy lejött az égből, de válaszolt az imádságra. Amúgy itt tennék egy kis zárójelet, vagy lábjegyzetet erről az égből jövő tűzzel kapcsolatban. Gondoljuk át, amikor a mennyből tűz jött a bibliai történetben, történelemben, az ritkán volt jó dolog. Említek néhány esetet, Sodoma és Gomora, hát annak a tűznek nem nagyon örült senki. Az se, aki túlélte, aki pedig nem élte túl, az végképp nem örült neki utolsó pillanataiban. Vagy ott van ez az eset, ami fényes győzelmet hozott, de a másik résznek borzalmas volt. Ott van a másik tűz, ami jött az égből akkor, amikor szintén Elizeus
valami követekre tüzet kért, nem is egyszer, hanem kétszer. Ezt akarta volna megismételni Jakab és János. Ők is megpróbálták a Jóistent egy ilyen kötelező gyakorlatra rákényszeríteni, hogy mi tudjuk, mi a probléma, azt is tudjuk, mi a megoldás, csak nincsenek eszközeink. Na, mi majd megmondjuk a Jóistennek, mi a recept, csinálja meg ő helyettünk. Isten ezúttal tüzet hozott az égből, mert az embereknek meg kellett tudni, hogy ki az Úr. De ha Illés személyes tapasztalatát nézzük Istennel, Istennek igazi személyes, az ember életébe belépő, az emberhez barátként közelítő oldalát nem ebben a tapasztalatban ismerte meg, hanem egy másik tapasztalatban. Abban a tapasztalatban, amelyről a következő fejezetben olvasunk, 19. fejezetben a 8. vers azt mondja, hogy miután Isten felébresztette és felerősítette, el kellett mennie a Hórebig. Hát ez egy jó hosszú út volt. A Hórebig körülbelül olyan 600 kilométernyi gyaloglás van Jezreeltől. Jezreel környékén történt az az eset, amikor Uram, meg akarok halni, mindenből elég volt. És ne felejtsük el, hogy utána még visszament északra, Damaszkuszba, ami még további több mint 700 kilométer, úgyhogy zárójelben mondom ezt is, Illés proféta nem volt gyenge legény, aki ennyit tudott gyalogolni. Manapság még autón is sok ennyi. De azon a hegyen találkozott Istennel. És erről a találkozásról olvassuk a következőket. Királyok első könyve 19. fejezet 11. verstől. És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És ímé, ott az Úr volt elmenendő. Egy pillanatra megállok. Akik beszélnek több nyelvet, nem csak a magyart, azok tudják, hogy a román, meg az angol, meg német nyelvben is vannak különböző igeidők, nem csak az a három, amit a magyar nyelv jelenleg használ. Vannak a múltnak és a jövőnek is különböző árnyalatai, folytonos, ismétlődő, befejezett, befejezetlen, stb. Ez az elmenendő, ez egy olyan igeidő, ami mára már kikopott, és ezt úgy kell elképzelni, hogy visszautal a múltra, hogy a múltban készült tenni Isten valamit azután. Tehát egy múltba visszaküldött jövő. Tehát amiről beszélünk, amikor Isten készült, akkor még éppen nem ment át, de készült, hogy a következő pillanatban ott menjen át. Tehát Isten készült, kész volt az embert megkeresni. Valószínűleg valahogy úgy, ahogy annak idején az Édenben is járt. Azért, hogy az embert magához felemelje, nem azért, hogy az embernek a profán, világias légkörébe és életébe bele gyömöszölődjék, és felvegye, mint a folyadék, ennek a világnak azt a formáját, amit az emberek kitapostak. Hanem az embert akarta felemelni azért, hogy az embernek megváltozzon a látásmódja. És mi történik? Isten nem volt sem a földrengésben, sem a szélvészben, sem a tűzben. Pedig néha az emberi természet elkívánná Istentől, hogy valami ilyesmit hajítson a földre. De Isten nem volt benne. És az Isten jellemének egy nagyon érdekes, költői, plastikus ábrázolása az isteni jellem egyik vonásának. Isten nem az ítélet és az odacsapás istene, hanem Isten a kegyelemnek, a szeretetnek, a felépítésnek az istene, ami nem jelenti azt, hogy ítélet soha nem lesz és felelősségre vonás, hanem Isten életében, Isten jellemében a sorrendet, a fontossági sorrendet állítja fel. Isten először kívánja a bűnösnek a megtérését és az életét, és miután a bűnösest visszautasítja, csak azután nyúl az ítélet eszközeihez. Odajön Illés közelébe, kiemeli Illést az ő depressziójából, felemeli az ő maga jelenlétébe, ahol minden másképpen látszik. És itt megvalósul az a találkozás Isten és az ember között, igaz, hogy itt egy imánál már sokkal tágabb környezetben, de megvalósul az, amit Ellen White mond az imáról.
találkozott Istennel, de nem úgy, hogy Isten szállt le, illeszkedett bele, vagy hangolódott rá a világ hullámhosszára, hanem úgy, hogy felemelte illést a saját maga légkörébe és hullámhosszába. És megváltozott Illés látószöge. És egy érdekes dolog történt, amit Illés átélt, és remélem, hogy mi is átélünk, vagy ha nem, akkor remélem, hogy át fogunk élni akkor, amikor ilyen helyzetbe kerülünk. Megváltozott Illés látószöge is megértette azt, hogy lentről, az emberek szintjéről nézve a baj nagy, és az Isten kicsi. De amikor az ember felemelkedik az Isten síkjára, amikor hagyja, hogy Isten felemelje az embert a maga síkjára, fentről nézve az Isten nagy, és a baj lesz kicsi. És ezt kellett Illésnek megértenie, és meg is értette, mert többé már nem akart meghalni, hanem véghez vitte küldetésének hátralevő részét. Szükségünk van nekünk is a mennyei légkörre, hogy kiemelkedjünk a földiből. Nem utolsó sorban pedig az imádság azon túl, hogy a szívünk feltárása Istennek, azon túl, hogy felemel bennünket Istenhez, nem utolsó sorban ráhangol Isten akaratára. Egész biztosan volt már olyan eset az életetekben, hogy hangversenyen vettetek részt, akár helyszínen, akár közvetítésen, rádióban. Emlékszem, amikor gyerekkoromban én is a klasszikus zenével kezdtem barátkozni az otthoni légkörben, hallgattunk különböző hangversenyeket a rádióban, és sokáig nem értettem, hogy mi az az égtelen zsivaj, az a szörnyű zaj, ami a koncertet megelőzi. Tudjátok, hangolnak a zenészek. Mindenki húzza a maga skáláját, a maga hármas hangzatait, a maga különböző fogásait, állítgatja a hangszerét, és aztán megtanultam idővel, hogy van egy hangszer, amelyik mindig megadja a tiszta hangot, és mindenki ahhoz igazodik, és akkor már kezdtem megérteni. És annak a féktelen zsivajnak, annak az össze-vissza kavargó hangorkánnak aztán végül értelme lett, és akkor nyerte el ezt a hangzsibajt végigtűrő hallgató a jutalmát, amikor aztán megszólaltak az egymásra hangolt hangszerek gyönyörű szép összhangokban. Sokszor a mi életünk húrjai, hangszerei más hangokat adnak, el vannak csúszva, felfelé, lefelé, a fogások nem tiszták, a billentyűk, a dugattyúk, a húrok nem szólnak rendesen. Más hangokat üt meg a gondolkodásmódunk, a beszédünk és a magaviseletünk. És sokszor, amikor Istenhez fordulunk a maga egyszerű, gyarló emberi mi voltunkban, ezekből az emberi hangokból próbáljuk összebarkácsolni, összetoldozni, foldozni a mi imádságainkat, amelyek messze állnak Isten légkörétől, Isten jellemétől. Isten viszont az imádság közben azokat, akik feltárják a szívüket előtte, akik felemelkednek az ő légkörébe, azokat rá tudja hangolni a saját akaratára. Egy érdekes példa, pontosabban ellenpélda erre, Ezékiás gyógyulása, akinek egy rövid mondatban összefoglalva tapasztalatát, gondolok a gyógyulás tapasztalatára, az nem volt más, mint egy testi nyereség, de egyben egy lelki veszteség. Mert testileg meggyógyult. Ha orvosi kifejezéssel élve mondanánk el ezt latinosan, akkor átélte a restitutio ad integram tapasztalatát. Teljesen visszaállították az eredeti hibátlan állapotot, mert Isten meggyógyította. De a lelki állapotával mi történt? A valóság az, hogy Ezékiás fölött sokszor túl könnyen ítélkezünk, mert nem volt ő éppen annyira messze az Úrtól. Gondoljunk arra, hogy milyen reformon vezette át Isten népét. Politikai, katonai, társadalmi, és ami a legfontosabb, komoly vallási reformot valósított meg. És amikor a legnagyobb krízishelyzetbe került Izrael, akkor Istenhez fordult. Az első dolga nem az volt, hogy élesítse a fegyvereket, megszervezze a védelmet. Azt is megtette a maga idejében. Az első dolga az volt, hogy Isten elé tárta a helyzetet imában, és ő azzal a felfogással maradt, hogy Istenhez mindig lehet jönni, Isten mindig segít. Isten visszajelzéseiből meggyőződött arról is, hogy Isten akaratával összhangban jár el, és most hirtelen az jutott eszébe, hogy ha én meghalok, ezzel az irányvonallal mi lesz?
ezekkel a pozitív változásokkal mi lesz. Elkövette azt az emberi hibát, amit nem ritkán elkövetnek mások is. Jó szándékkal cselekszik jó dolgokat, de azt hiszi, hogy ez más által meg se fog történni. És Isten rámutatott arra, hogy nem elég a jót akarni, hanem előbb azt kellene megismerni, hogy mit akar Isten, és elfogadni az ő akaratát. Ahogy valaki ezt mondani szokta, az ima nem akarat átvitel, hanem akarat átvétel. Nem visszük át az akaratunkat Istenre, hogy az ima végeztével majd azt akarja ő, amit én szeretnék, hanem átvesszük az akaratát, hogy az ima végeztével majd én tudjam és akarjam azt, amit ő szeretne. Ennek egy érdekes példája a templom újjáépítése. Amikor Nehémiás megtudta, hogy mi a helyzet odahaza, imában fohászkodott Istenhez, mielőtt a király kérdésére válaszolt volna. Megkérdezte a király, miért vagy szomorú? És mielőtt válaszolt volna, imában kérte Istent. Nem próbálta a királyt rábeszélni, a befolyását felhasználni, nem próbálta lefizetni, vagy ismerősök révén rávenni, hogy támogassa ezt az újjáépítést, hanem imában kérte Isten akaratát. Vagy ott volt ugyanebben a projektben a másik nagy vezető, Zorobábel, akinek Isten megígérte, hogy amit elkezdtek, azt mindenféle visszahúzott tényező ellenére is meg fogják valósítani. És mi volt az ő sikerüknek úgy a Nehémiás, mint a Zorobábel sikerének titka? Zakariás 4:6-ban leírja, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Mert Isten lelke megtanította őket arra, amit Isten akar. Mi Istennek a célja? Mik Istennek az eszközei? Melyek azok a lépések, amelyeken keresztül Isten ezt a célt eléri. És így Zorobábel és Nehémiás életében is nem akarat átvitel történt a mi szívünkből, elménkből, Isten fejébe, hanem akarat átvétel, az Isten akaratának az átvétel a szívünkbe. És ismerjük a történetből, hogy micsoda sikert arattak ők. És nem csak az építkezési projekt megvalósításában, hanem elsősorban Izrael lelki újjászületésében, a szomorú 70 év után. Nem fejezhetjük be anélkül, hogy ne tennénk említést Jézus Krisztusról, aki azt mondja, ha lehet, múljék el e pohár. És sokszor imádkozunk mi is, és elmondjuk az imának ezt az első felét, és abban a reményben, hogy a Jóisten odafigyelt is, megértette, és ha eddig nem, akkor most már tudja, hogy mi a tennivalója, azt mondjuk, hogy amen, és aztán várjuk a változást. Csak bajaink és nehézségeink között megfeledkezünk arról, hogy az imának van egy második része. Ha pedig nem, na itt van a hitünknek a próbája. Ha nem, akkor mi lesz? Tudnék példákat mondani most, de az idő elrepült, hogy egyesek hogyan dolgozták fel ezt a mi lesz akkor, ha mégsem. De hagyjuk ezeket az emberi példákat. Nézzük meg, hogy Jézus mit tett. Getsemáné kertben kapott egy bátorítást arra nézve, hogy ha nem is változik a terv, de Isten erőt ad. És ő ezzel a tudattal ment tovább a keresztre, ahol elmondta azt, hogy a te kezedbe teszem le az én életemet, és ezt megtette anélkül, hogy az azt megelőző percekben felhangzó miért kérdésére bármi választ is kapott volna. Ő nem tudta, hogy az atya mit akar, mit fog tenni pontosan, de ismerte az ő atyát. Éppen ezért Jézus Krisztus az ő emberi természetében is bemutatta nekünk az akarat átvétel, az atya akarata átvételének a tapasztalatát, és azt, hogy ez lehetséges a mi életünkben. Éppen ezért, bezárva itt most ezt a gondolatsort, annyit szeretnék elmondani. Imáinkban mielőtt kérnénk, vagy elmondanánk Istennek dolgokat, vagy a jóváhagyását, vagy a támogatását kérnénk a mi terveinkre, előbb kérdezzük meg, hogy mi az, amit ő szeretne tenni. És miután az Isten lelke, amelyről Zakariás 4:6-ban is olvastunk,
tudatja velünk, hogy Isten mit szeretne az életünkben. Lehet, hogy további mondani valónak már értelme sem lesz. Mert lehet, hogy Isten egy sokkal jobb tervet, egy sokkal jobb szándékot tár elénk annál, amit mi gyarló észre kigondoltunk volna. Mindent összevetve forduljunk bizalommal Istenhez. Teljesen tárjuk ki előtte szívünk ajtaját, és engedjük, hogy kezébe vegye szívünk állapotát, érzelmeinket, aggodalmainkat, jó és gyenge oldalainkat, és mint aki jól ismer bennünket, gyúrja át, alakítsa át szívünk állapotát, életünk állapotát az ő akarata szerint. Próbáljunk imában megengedni Istennek, hogy felemelje gondolatainkat és légkörünket ő hozzá, és kérjük ehhez a Szentlélek segítségét, aki mindig segít abban, hogy imádkozzunk. És a válasz érkezés előtt végül legyünk felkészülve arra, hogy elfogadjuk a választ, és megtegyük azt, amire az ember elvezet bennünket, vagy ahogy kissé humorosan megfogalmazta egy keresztény író, vigyázzunk, hogy mit kérünk a Jóistentől, mert lehet, hogy megadja. Segítsen bennünket a Jóisten, hogy az imának ezeket a dimenzióit az ő segítségével tudjuk beépíteni ima életünkbe, és megtapasztaljuk azokat a nagy győzelmeket, amelyeket az előttünk járt nagy ima bajnokok értek el Isten segítségével. Amen. Befejeznénk áldásos Isten tiszteletünket, egy kijelentés. Az előcsarnokban van egy üres lap, egy táblázat, ahol beírhatjuk a nevünket, hogy az előttünk álló hónapokban melyik szombaton szeretnénk virágcsokrot hozni a szószék elé. Ha tehetjük, jelezzük, hogy írjuk be nevünket a táblázatba.
Áldásos istentiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk a 237-es számú éneket. Míg az ének dallamát játszódja az orgona, megkérjük a diakonus testvéreket az adományok összegyűjtésére. Te színed elé járulunk, kérve téged, hogy tanítsál meg bennünket úgy imádkozni, hogy mindaz, amit az imában áldásként nekünk felkínálsz, mint lehetőséget, mint előjogot, azt megkaphassuk, és annak haszonélvezői is lehessünk.
Segíts bennünket, hogy tudjuk feltárni a mi szívünket mindenféle takargatás, kerülő és meggyőző szándék nélkül, hogy megállhassunk előtted úgy, ahogy vagyunk, te kezedbe vehessél, alakíthassál, és foglalkozhassál a mi belsőnk különféle gondjával, bajával, miközben az imában együtt vagyunk. Megkérünk tégedet, segítsél bennünket, hogy az imában fel tudjunk emelkedni te hozzád. Tudjuk félretenni mindazt, ami a földhöz köt, gondolatokat, érzéseket, és megengedjük neked, hogy amint te hozzád felemelkedünk, a te érzéseid, a te gondolataid töltsék be szívünket, hassák át gondolatainkat, és így áthatva, így áthangolódva térjünk vissza tennivalóink közé, imáink végeztével. Nem utolsó sorban pedig azt kérjük tőled, segíts bennünket imádkozás közben, ami akaratunkat, ha be is mutatjuk, de segíts minket megérteni a te akaratodat, és azt átvenni, azzal egyetérteni, arra ráhangolódva, azt meg is tenni, miután fölállunk térdeinkről. Köszönjük, hogy megadod mindezeket nekünk. Jézus nevében kértünk. Amen. Pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen.